Még nem vagyok hangulatban, de már lassan. Pedig én nagyon hangulatos vagyok ma. Működik, Süni néni? Átjött. Igen. Voice moddal van egy kis problémám, amiatt kellett háromszor rebootolni reggel, aztán miután elkészültem vele... Újra csizmázni? Igen, rúgdostam egy kicsit a gépet, aztán jött a Windows update. Ja igen, a gyerek felvilágosításához egy reggeli vicc, a szoftver és a hardware, tudod. Mi a szoftver, amiért belerúgunk? A hardware meg amibe. Ja. Hé, hey, most kell nevetni. Jó van, jó lesz ez. És a firmware egyébként az a cég, ami miatt belerúg? Mindegy. Nem. Próbálok értelmet találni a káoszban. Szerintem ez lehetett a hiba. Hát értelmet azt kereshetsz még egy darabig. Úgy. Már ha nem jutott. Neves egyet, és utána azt mindig majd bekopizzuk, hogyha már nagyon néma vagy, akkor azt megismételjük időnként, jó? 3, 2, 1, most! Na. Ha, ha, ha... Akkor. Na, jó, addig elmondom. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez a Zárt Osztály Podcast 184. adása. Ja, nem. 185. Mármint, hogy de. A felvétel napján 2023. október 14-e. Szombat van, a mikrofonnál pedig vendéget köszönhetünk Viktor személyében, visszatérő vendéget. Szervusz! Köszönjük, és sziasztok! És egy konkurenciát, mert hogy most már ő is podcast-e, tudtad? Tehát mai vendégünk a Karrier Navigátor Podcast házigazdája, Marjai Viktor. Megígértük a zárt osztály sikerét, és ezért kénytelenek voltunk össze elindítani a saját podcastunkat. Csökkent is a hallgatószámunk? Ó. Azóta bezuhant? Nem, már hónapok óta bezuhant. További szereplőink a mai nap során Benedikt Waldorf, Charles Stadler, na meg persze Süni néni. A mai adásban fogunk beszélni az Apple vadi új USB-C Lightning átalakító kábeleiről. Fogunk beszélni a Duolingo új képzési lehetőségeiről. Lesz szó a Beyond Beans-ről, lesz benne NASA fejlesztésű bicikli gumi. Csinálunk műtejet, lövöldözünk nerfbóllal, összezavarjuk minden hallgatónk beszédkészségét. És a végén, ha odáig is eljutunk, egy elég izgalmas üzleti modellt fogunk ajánlani. Kifejezetten a pestiek jól fogják érteni. Közlekedés. Viktor, neked iPhone-od van, vagy Androidosod? Android. Vagy jó Windows Phone? Igen, nem, Android. Pont a héten jutott eszembe, nekem volt HTC Touch Time, mondom. Windows Mobile 6.1-jel. Az volt az utolsó telefonom, amit meghekkeltem, hogy használható legyen. Egyébként szerettem, volt az egy. Igen, a HTC-t lehetett rútolni. Igen, és ilyen nagyon, tényleg kis pici volt, tenyérbe illő, 640x480-as gigafelbontással, színes dolgok, amiket így 10 éve még nagyra tudott értékelni az ember, 15 is volt az. Mindegy, és hát ugye akkoriban még minden telefonnak másmilyen töltője volt. A nagy kedvence, de van-e Nokia töltő? Igen, de kicsi vagy nagy, tudod, ez a kedvenc volt. Okay. Aztán jött az Apple meg a Lightning, és hát azt biztos megfigyelted, hogy a Lightningban az volt a legjobb, hogy bazisokba került mindenkinek, mert vagy azért, mert akartál egy Lightning kábelt, amit csak Apple, vagy azáltal jóváhagyott helyről lehetett venni, vagy azért, mert egy átalakítót akartál hozzá, hogy bármi mással tud használni. Nekem nem volt ilyen problémám soha. Süni néni, más csapkodja, nem a Lightning. Csapna belépte. És akkor tehát... Szerintem azért van, mert Süni néninek ugye nem működik a touchscreen. Mi? Neki régi, hagyományos telefonja van, ilyen kicsi. Azt hittem megere. Buta telefon? Ne darogáljuk a készülékemet, kérem szépen. Szóval, nagy biznisz volt az USB-C Lightning átalakító. Ugye, hogy végre te is tudd az USB-C-s eszközeidet ezzel használni. 10 év alatt kiadtak rengeteg Lightningos kelléket, és most mi a legnagyobb biznisz? iPhone 15-tel áttértek ugye az USB-C szabályra ott is. Akkor a visszaalakító. Bizony. Most ugyanazokat a kábeleket a másik irányba adják el, ugyanúgy pokoli pénzért, mert ugye most az elmúlt 10 évben a csőbe behúzott vásárló milliók,
néznek ki a lyuk, hogy oké, okay, akkor vehetünk újat, ú, de jó, akkor van hozzá átalakító, és akkor most azért adjuk el nagyon drágán a Lightning USB-C csatlakozókat. Zseniális üzleti modell, azért lássátok be. Azért nem adták ki valószínűleg 2-3 évvel ezelőtt még az USB-C-s iPhone-okat, mert azt számolgatták, hogy azzal még 20 millió embert be lehet majd húzni ebbe a csapdába. Ők ezt már akkor tudták. Szerintem tudja, hogy erre üzleti modell volt, hogy mi az a pont, amikor már csak abból meg lehet élni, hogy ezek szerencsétlenek. És erről eszembe egyébként jutott. Ezt megoldották maguknál is, hiszen az Apple részt vett az USB-C szabvány kialakításában, és az első MacBookokon, és azt hiszem MacBook Pro-kon alkalmazta, elsőként alkalmazta azokat. A legrégebbi MacBook? Nem a legrégebbi, hanem amikor kijött a szabvány, akkor már ők voltak az elsők, akik... Hát a Thunderbolt az ennek valami továbbfejlődése. Az, persze. Ugye? Aminek a visszafokozása lett a Lightning egyébként viccen kívül. Tényleg. Ezt egy másik piacra szánták. Ha ez esetleg nem tűnt volna föl. Hívják. Hát, hogy ne csapjon akkorát. Igen. Na mindegy. Vagy meg az ECDC szólt, hogy nem lett Thunder, az az övék. Anyám. De a Lightningot nem vett át most a GMC? Nem. Ford. Az igen. F-150. Figyelj. F-150 lett a Lightning. Villámot le lehet fotózni? Le. A szíves. Csak nagyon gyorsan. Villám gyorsan. É. Csak igen, így gondolkodtam, hogy Trafibox biztos lett-e végre valami ilyen pick-up. De sajnos az lett. A közeledő villámot az nehéz. Mert nem látod, mert fénysebességgel jön. Ezen most elgondolkodtál. Ez a látod, nem látod, na látod. Köszi, megjöttünk. Ha de, csak visszatérek. Ne. A villám az igazi, jött ment, jött, azt nem ment. Szóval Viktor, ez neked szerintem témába vágó, hogyha megpróbáljuk ezt a szervezetekhez és a szervezeti átalakításokhoz kötni ezt a modellt. Mint az Apple, az átalakítóval? Aha. Igen. Hát, hogy minden szervezetben az a jó, nagy modern szervezetekben évente egy picit át kell alakítani. Egyszer balra, egyszer jobbra. Igen, centralizálunk, decentralizálunk, kiszervezünk, vissza, igen. És hogyha elég kreatív vagy, akkor ezt ilyen 3-4-5 félét váltogatsz, hogy lehetőleg egy 10 éves ciklus simán ki lehessen vele húzni, és ha elég jó szervezeti tanácsadó vagy, akkor annyit csinálsz, hogy esetleg még egy random generátorral figyelsz rá, hogy ne ismétlődjön a ciklus. Szóval akkor a szervezeti átalakítás az a Big Four tanácsadóknak a átalakítója. Igen. Töltő átalakítója. Így. Megvannak standardek, és egyik standardról a másikra áttereljük folyamatosan. Hát, igen, most az a standard, hogy centralizálunk, és akkor 4 év múlva, ha nem, akkor most mindent szervezzünk ki. Ennek egyébként tudod, mi az előnye vagy értéke? Folyamatosan összemérhetetlen lesz mindig minden az előzővel, tehát hogy nem lesz el számon kérhető az előző 2 év sikereiért, mérsékelt sikereiért, mert hiszen az ugye... Excel mindent elbír, továbbra is, meg a PPT. Ugye elmozdult a baseline. Hát mert ki van tűzve a vezetőknek is, hogy ebben az évben csökkentened kell az OPEX-et, mert az sok volt. Jó, akkor most ebben az évben nagyon sok lesz a CAPEX. Igen. Hát már senki nem nézi, mindenki igen, most mindenki át egyszerre repülő bal oldalára. Eltűnt az OPEX. Igen. És akkor onnantól a következő évben pedig már simán mennek át a bónuszukkal a másik cégbe, ahol meg a CAPEX-et fogják ugyanígy elkapálni. Igen. Na, látjátok, megy ez, értetek ti szervezeti ül, és az Apple semmi más nem csinált, mint ezt ipari méretekben kiterjesztette kiegészítőkre. Szerintem ez az igazi. Szerintem azért oda is beült valamelyik ilyen nagy tanácsadó, és lefordította oda. Megmondta a tutit? Jött a PPT. Nem. PPT-X. Generatív AI. Meg azt mondta. Ja, de a lefordított erről. Náluk tilos használni. Hol? Az Apple-be. Még. Mert a sajátjukat fejlesztik. És attól félnek, hogy feltöltődnek a titkaik a Microsoft szervere, igen. Jaj. Hát meg a Google, az ugye... Az OpenAI-on keresztül véletlen átszivárog a Microsofthoz, mint fősponzorhoz. Igen. Fősponzor, ja. Na de szervezet, fordítás, volt a héten pont cikkünk LinkedIn-en, hogy megerősítette a Duolingo, hogy immár nem csak nyelvek között fogsz tudni váltani, és új nyelveket megtanulni, hanem végre megtanít majd matekozni. Akkor most már Triolingo lesz? Meg zenélni is. Nem, hát ezek másfajta nyelvek, új nyelvek. A matematika nyelve. Hát, az nemzetközi, azt tanították az iskolában. Ha nem, micsoda? Azt a kúra.
Szerintem menjünk. Na, ebből úgy fogod tovább kötni? Beúsztad magad a csőbe. Zát között nem tudom, is, nem ismerem, csak Duna Tisza között. Szóval most a Dumán túl, mit csinál ez? Megtanít téged, hát összeadni, kivonni, gondolom a magasabb szinteken szorozni, osztani. Tud szigorúan nézni, mert ahhoz szoktam, hogy mindig szigorúan néznek, amikor matekot tanulok. Lehet, hogy ez egy kiegészítő funkció. Jó pénzért nézni van az szigorúan. A pénzért. Jó, szigorúan nézel. Az már előfizetéses mód, jön le már az egész az. És hogyha nem jó, nem megy a matek tanulás, akkor jól elhúzza a nótádat, ugye? Ennyi. Akkor kisfiam, nincsen gitároktatás este. Vagy van. Kettő. Két színusz után jöhet akkor egy jó akkord. Akár szívik is. Hát nem szép? A matematika nyelve után a zene nyelve? Az ő kifejezés eszközei? Zeigen nyelve nem lehet. De gondoljátok meg, ennek milyen jó további kiadásai lehetnek. Tehát azért most így kinyitott egy nem kis ajtót ezzel a Duolingo. Szóval képzeljétek el, hogy milyen egyéb nyelveket lehetne itt tanítani, mint a szerelem nyelvét. Lehetne egy ilyen 18 pluszos Kámaszutra edition belőle. Ha? Minden nap új feladatokkal, gyakorlatokkal. Azt nem a Tinderen csinálják? Nem. Ott majd csak begyakorolják. Na várj, és azt hogy fogsz számon kérni? Tehát akkor bemutatod, és akkor a matekba előfizetett szigorú fejjel nézi, hogy vagy aha. Nem, annyi... csak gyorsabban. Annyi, hogy ehhez lehet, hogy lenne élő, szigorú harc. Az a szolgáltatás kiterjesztése lehetne, hogy a másik oldalon arra fizetsz elő, hogy te vagy. Hogy te tudod értékelni, hogy jól sikerült feladat. Ez nem úgy van, hogy ez fordított előfizetéses, és úgy hívják, hogy OnlyFans. Nem, ott majd, hogyha itt megkaptad a certifikátet, akkor mehetsz az OnlyFans-re. Na, hát egy új üzleti modellt sikerült kidolgozni szerintem a Duolingónak. Duolingo fans? Aha, pre-certified. Arról nem beszélve, képzeljétek el, hogy két nyelvűség. Hú, még ebben a sportágban ezt mennyire jól lehetne hamutoztatni. Na. Nem akarom kirakni a 18-as. Szóval, hogy emberek és állatok vagy? Mire gondolsz? Ezt mutatták a statisztikák? Ezt mutatták? Nem, 60 és a halál közöttiek a hallgatóink. Nem tudják elkapcsolni. Nem igaz, mert vannak budapestiek is, meg kanadaiak, norvégok, szóval így, hát nem tudom, hol van halál, de hogy nem csak ott van. Ott a fjordok között nem hallanak más ilyeneket. Szegények. Egyébként annyira nem, hogy már hónapok óta benn vagyunk a norvég top 200-ban, mint podcast. Ennek ugye az lehet az egyetlen észszerű magyarázat, hogy nincs 200 norvég podcast. Mi ugyanerre jutottunk, láttuk, hogy ugye most indult emrég a podcastunk, és a Apple Podcast Hungary karrier kategóriában a második, aztán az elsők vagyunk. És ez szerintem nem azért van, mert már irgalmatlan sokan hallgattak minket. Amikor első 3 hétben bekerülsz egy Apple-ös kategóriába, akkor automatikusan föl a tetejére, tehát az egy olyan hónap múlva megy vissza reális értékre. Szóval akkor ez a beeltetés, mint a Windows demo, aztán majd szépen visszakerünk a helyünkre. Jó, Windows demo? Mi az a Windows demo? Volt adó ilyen demo verzió. Server. Igen, az. Úgyis azt mondtad, 60 pluszosok hallgatunk, mert nem tudnak elkapcsolni, ők még hallottak erről. Ilyet. Serverről hallottam már. Azaz, amikor vért adsz, és vissza is kapott később. Na de milyen további fejlesztéseket lehetne még ebből a Duolingóból kihozni? Te most megtanít matekozni. Mi lenne, hogyha saját anyanyelvedre tanítanom meg? Ilyen egyszerű helyes írás ellenőrző. Hát nálam volt, de akkor lehet, hogy kisebbségben maradtam. Utolsó. Hát végülis ugye a latint meg klingont eddig is tudtál tanulni, úgyhogy nem tudom, mi jön még. A latin legalább hasznos, mert hogyha elmész a Vatikánba és pénzt akarsz fölvenni az egy darab latin nyelvű automatából, akkor ugye nehogy véletlen valami hülyeséget nyomja. Igen, vagy vitatkozhatsz az orvossal. Érted, 200 helyett az 500 eurót, vagy valamit? Hát az 500 euró hogy van latinul? Hát 500... De ráadásul tudod, mit ahhoz arabul is meg kell tanulni, hiszen arab számok vannak benne. Igen, összetett a probléma.
Hát nem úgy van ez, hogy csak itt megtanulsz egy valamit. Tényleg a matekban benne van a számok oktatása, vagy a nulladik szint? Vagy ez így, honnan indulunk? Trivialitás? Az már a holnapták. És ugyanez olyan táncoktatással lesz? Ha már egyébként látom nekem még mindig ezek a mozgásformához kötődők, de hogy így nem csak így a képernyőt kell bőködni. Vezetni, hanem... tanuljunk meg vezetni Duolingo. Oda Eli Norrod Eli hátlapival veszi, ami történik, és közben instruál téged, hogy... Beülsz a Cybertruckba, és akkor abban be van építve neked a Duolingo Drive. Egyébként nem is rossz ötlet. Az önvezető autókhoz egy ilyen kiegészítő szoftvert lehetne adni, amin keresztül megtanulhatnának vezetni benne az emberek. Nyomkodhatja a pedált, forgathatja a kormány, kapcsolgathatja a kapcsolókat, mi de az önvezető volna? Az... Korrigálja, mint az oktató? Aha. És akkor, ha upgrade-elni akarsz, akkor jön a Lightning verzió. Aztán pedig a Mega Max, az meg a Thunder. Meg a Plague, a sportos vezetés a városban. Igen, de a Plague-et azt a ligetben használom. Hát a ligetben nem nagyon szabad pedig ott olyan gyorsan. De pedig, hogyha magam alá akarok, akkor én ezt a ligetbe viszem. Fúj, ne akarjál már magad alá, fúj, műsorba. Inkább, mint a kocsiba. Jó, ez jó ötlet egyébként, szintén egy ilyen kiterjesztési lehetőségnek tetszik. Főleg, hogyha belegondoltok a kormány és pedálok nélküli robottaxiknál, ez még egy ilyen viccesebb lesz. Teljesen jó, addig megtanulsz vezetni, matekozni. Egy ilyen kontrollerre lehet őket irányítani telefonról. Ha? Mm. Viszel magaddal a kormányt, meg egy pedált, tudod, mint a gyerekeknek van ez a kis ülésre csattintható. Hogy hívják, Simpsons család elejében van, amikor a gyerek nyomkodja meg. Az nem motoros oktató? Nem, vagy. Jó, oké, nekem már nem kell kávé, én érzem. Ebből így nehéz lesz híreket hallani ma. Upgrade-eljük őket. Viktor, nem voltál ott? Ott pont nem. A legut... Bocs, felvettem a fordulatot. Mint a Simpson. Legutóbbi közönség találkozónkon kísérleti jelleggel ebédre. Hát ők voltunk négyen. Hát nem, mert hárman voltunk. Na tényleg, jajjön meg van. Jó, mindegy, a Duolingo matekot javaslom majd így letölteni. Szóval kísérleti jelleggel fogyasztottunk jókedvel, bőséggel. Odafel a Burger Kingben megálltam és vettem normál húsos, meg ilyen Beyond Meat-es burgert, és vicces volt, mert Charles nem akarta mindkettőt megenni, de mondtam, hogy egy összehasonlító tesztet toljunk már, meg úgy egyébként lakjunk jól, és aztán a Beyond-ossal kezdtünk. Legalábbis töltsétek meg a haszatokat. De vakteszt volt? Vagy pedig tudtátok, hogy melyik még? Tudtuk, hogy melyik már az úgy nem számít. Akkor biztos, hogy a hús után jött volna ki. Egyébként valószínűleg akkor is eljöttünk volna, de direkt azért, hogy ne legyen az, hogy az egyik az, nem tudom, a húsos után a másik az milyen, ezért direkt a másikkal kezdtünk, a nem húsossal. Ettük, és arra jutottunk, hogy hát nem jó, de végül is nem is rossz. Hogy ez olyan, nincs az a cipőtalpi élmény, ilyen puha valami, de az íze hasonló. Mármint mihez? Mint a cipőtalp. Mármint, hogy amennyire. Fűszer íze van, pont. Megharaptuk az úgynevezett húsost, és így megállapítottuk, aha, hát ebből egy dolog hiányzik, a textúra. Ja, és az íz. Nagyon érdekes élmény volt, de hogy ugye sokat beszélgettünk róla, meg tényleg 2-3 évvel ezelőtt próbáltuk is, hogy ez a nem húsos volt. Hogy így milyen lehet, és akkor összehasonlított ezt. Megállapítottuk, hogy maradunk húsevők, már amennyiben az ilyen burgerezőkben húsnak tekintjük azt, amelyikben hús van. És képzeljétek el, hogy most kijött a Beyond Beans, egy Seattle-i startup, ami... Már a babot is külön csinálják ezéből, valami fagforgácsból. Ja, az angoloknak reggel a beanson tosztnak. Ez már babon túl van. Így van. Nagyon baba. Szóval ez egy Seattle-i startup, ami kávébab nélkül csinál kávét. Állítólag pont olyan íze lesz, mint az eszpresszónak, és akkor itt visszautalnék a hamburgerhez, hogy... Aha. De akkor ez ugyanolyan, mint az bármelyik automatás kávé, nem? Ez egy Seattle-i cég? Seattle-i. Jó, az ugye USA-ban van, ugye? Eddig jó. Honnan tudják azok, hogy milyen íze van az eszpresszónak? Hát ők azt a löttyöt isszák. Ez megmagyarázhatja, hogy miért hiszik azt, hogy olyan ízű. Igen, hogy ez ugye? Jó. Na, ugye. Jogos, hiszen úgyis fölöntik 4 deci forró vízzel, tehát nekik végül is mindegy. Eszpresszót főznek, akkor a filteren csak nagyon kevés vizet öntenek át. Csak lekaparják róla az előző maradékát.
aztán felöntik vízzel, és kész is az amerikánó. A Ford műszerfalból kikaparnak egy kis... Ugye a Ford műszerfal készül bizonyos modellekben préselt kávéból. Igen. Zacból. Most abból szerintem ezek simán csinálhatnának akár prekávét. De ennyi erővel, tehát nagyon azt érzem, hogy közeledik a... Kéne belőle csinálni ilyen balkáni különkiadást, az actavát. Moldova által megénekelt fekete csillag népkávé, amiben ugye mindig visszagyűjtötték visszagyűjtötték a zacot egészen addig, és már csak ugye üres papírzacskókat adtak el a népnek, hogy abba gyűjtsék az előző zacot. Egészen addig gyűjtötték vissza az zacot, amíg ki nem fehéredett, és el nem adták műhónak. Na hát akkor a kövekforgásos gazdaság már akkor is működött, csak még nem volt ilyen menő. Így. Na szóval képzeljétek el, hogy ez a bizonyos Atomo Café, Atomo, így Seattle-ből arra gondolt, hogy akkor 11 közepesen titkos összetevőből összetudnak dobni valamit, aminek olyan íze lesz, mint a kávé. Ezeket így összegyúrják ilyen kávészerűre, és akkor ha átfőzöd, akkor az neked jó lesz. És milyen összetevőket találtak ehhez? Tehát, hogy ha itthon meg szeretném csinálni. Hát nem fogod tudni otthon megcsinálni. Van benne datoljamag, ramonmag, napraforgó mag, kivonat. Magyarul olaj. Fruktóz, borsó, protein, bármi is legyen. Mi lett az? Köles. Jó, hát ezekkel a szavakkal magyarul vagyok bajban. Duolingo, kérlek. Citrom, guava. A következőt azt nem tudom feldolgozni, valami zsírtalanított. Zsírtalanított hagymamag. A fenugrék az hagymamag? Azt, ha jól emlékszem, az ilyen hagyma féleség maga, az indiai fűszer. Koffein, és az utolsó titkos összetevő na, az, a koffein, amitől... oké. Lényeg benne van, oké. Hát az utolsó. Baking soda. Sütszóda. Mosószóda. Sütőpor. Sütőpor. Igen, csak az úgy. Egy kicsit megnyugtat. Na de hát akkor ez egy vegán terg. Ki mire használja? Én a gyerekek ruháit szoktam belefehéríteni. Eleve jól hangzik, nem? Ezt így végighallgatod, mint lista, és azt mondod, hogy ez finom lesz. Jó, de hát a Burger King-es hambinak se olvasod el az összetevőit. Már akkor az és még így se elszem gyakran, igen. Abba több kávé van pedig. Egyébként azt mondják, hogy ez környezeti szempontból nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, mert hogy ugye a kávénak egyébként elég nagy a karbonlábnyoma, mert sokat is akarnak fogyasztani az emberek, meg sok termőterület kell hozzá, meg el kell mindig költöztetni, mert klímaváltozás, meg eleve nem stimmel az egész, meg rengeteg-rengeteg feldolgozási folyamat van. Azt mondják, hogy ha ilyet használnak, akkor a proof of conceptnél járnak, akkor 93%-kal lehet csökkenteni a karbonkibocsátást, vagy szénkibocsátást, és 94%-kal kevesebb víz kell a kávé előállításához, mint a hagyományosnál. Szóval ez valami rohadt környezettudatos. Az az egy kérdés, hogy egyébként iható lesz-e? Meg nem vagyok benne ez biztos, hogy így elnézve az összetevőket, hogy az emberek mekkora része lesz allergiás a végeredményre. Várj, 94%-kal kevesebb víz. Már értem, ezért lett a hosszú kávéból espresszó. Pipa, megvan a 94-ből 80. Aztán felöntik utólag 4 deci forgó vízzel. Hát nyilván ugye a növény termesztéséhez használt víz az, ami... Hát meg a feldolgozás az persze. Ők ezek nem a tipikus allergén dolgok, mert ugye nem olajos magvak, meg nem eszem, hogy ott a legtöbb napraforgó. A mogyogóga... De napraforgó is. Az igen, de ugye ott a mogyogóga allergiások sokan. Különösen nem, az nem olyan ennek, feláras lesz olyan a koffeinmentes verziója? Mire tippeltek? Amiben nem raktak bele? Bocs, kifelejtettünk. Koffeinmentes. Ez kicsit olyan volt, ez itthon is volt valami startup, aki otthon tudta sört csinálni, és ott is ugye megvetted kis zacskóban, hogy milyen sört akarsz, és akkor a gépbe elkészítetted, akkor itt is különböző zacskókban megveheted. Hogy... De a sörtelmes lett. Kikeverheted otthon, mint a mint a Maybellinnek vannak ezek a mi ez a rúzs mixerei, vagy ez a L'Oreal, vagy minden. Ebben nem vagyok otthon, de biztos. Kedvesként, én már nem vakolom magam. Na tehát, akkor képzeld el, ilyen zacskóba összerakod, és akkor kiválasztod, hogy most éppen milyen típusú kávét szeretnél készítetni vele, és azt majd ő kimixeli. Egy újabb üzleti modell lehetőség. Egy alacsonyan pörkölt, zöld, dél-afrikai kávét szeretnék most, és akkor azt összerakjuk. Nekem a magyaros verzió, már látom, hogy a pörköltnél már így rántod elő a sertést. Piros paprikát nem láttam benne. Még. Pörkölt sertés ízű kávét szeretnék.
Figyelj, egyébként, ha elmész Japánba, tuti lesz ilyen. Tehát, de miért, ott viszont, van, ami nem létezik. Ha van lángos ízű fagyi, akkor miért ne lehetne pörkölt ízű kávé? Még a gondolatától is kirázott a hideg, pedig én aztán mindent kipróbálom. Én lemaradtam a sörfagyinál, amit valamelyik motoros találkozón készítettek. Mert annyira beütött, vagy... Nem, kitalálták, hogy valami ízé, valami kifejezetten a motorosoknak készülő ízzel lepjék meg őket, és hát azért bátran nekiálltak sokan, főleg a sokadik sör után, de fogyaszthatatlan volt. Jaj. Pedig a sör is fogyaszthatatlan. Na, ezt a témát is megfejtük. Igen, ha már kávé, akkor amerikai, de még ők is mivel szokták inni, ha nem vízzel? Szójateljel. Vagy valami mással, ja. Mondjuk igazival. Amivel mi a baj? Hát tehén kell hozzá, és az meg nehezen fér be a presszóba. Kivéve összenyomod. Presszógépbe pláne. Hát meg ugye rohadt hangos, szóval Nespresso, mondjuk Nespresso-hoz, akkor jó. Nem, tehát, hogy ugye... És összenyomás közben is elég furcsa hangokat hall. A tehénnek nagy a karbonlábnyoma, tehát hiába áll azokon a relatíve picinek tűnő patáin. Igazából olyan, mint a hengerkedne ott a földön. Hát persze, meg közben préseled, azért hengerkedik, hogy beférjen a Nespresso-ba. Azért van lába, hogy ne guruljon el. Támaszték. Aztán, hogyha azt levágod, akkor lesz belőle a steak, csak simán. Tudjátok, hogy miért lila a milk a tehén? Fejtsük meg. Fejjük meg. Mert szorítja a kolomb. Ó. Azt tudtam, hogy a két oldalon rövidebbek a lábai, hogy jobban álljon a lejtőn. Na és... jó. De az csak az alpesi. De ezek amerikai tehenek. Mit... Milyen dolgokat raknak akkor az amerikaiak a kávéjukba? Például tejet. Na de ha már van kávémentes kávé, akkor mi lenne, hogyha tehénmentes tejjel higítanánk? És persze erre jók ezek a növényi alapúak, de ugye előbb-utóbb arra is el fogunk jönni, hogyha mindenki szójából, meg rizsből, meg mandulából akar tejet inni, amiknek egyébként meglepően kicsi a fejhetősége úgy alapból, ugye? Próbáltam már rizst fejni? Na látod? Ez teljes fejetlenség lenne. Szóval, akkor abból kell nagyon sokat ültetni, akkor ugyan nem tehénnel szórtad tele a vidéket, de hát akkor elárasztottad mindenféle terményeket, megint körbeértünk, megint nem jó benne a mennyiségben. Úgyhogy a Gröningeni Egyetem kutatói föltalálták a hidrokaut, ez is a héten a LinkedIn-en megjelent cikkünk, ha veszel megfelelő mikróbákat, azokat beleteszed vízbe, majd megeteted egy kis széndioksziddal, akkor megnőnek, és makróbák lesznek belőle. És megcsapkodod őket árammal. Tudtam. Akkor ilyetükben tejet fognak termelni. Vagy hát tejfehérjét. Hát tehénmentes. Gondoltál már el, hogy ha szódát... Akkor ez nem bocitej, hanem bacitej? Ennyi! És akkor ebből is lesz majd olyan foltos, a baci-baci tarka. Hát, függ, milyen bacit teszel bele. Ennyi. A kávéba rakod, akkor lesz ott. De akkor így már kérheted eleve belekevergve ebbe a furcsa összetevők mixébe, amit a Seattle-iek csinálnak. Na hát pont így jött ez a képbe, hogy ha már nagyon mindenképpen kávémentes kávét akarsz inni, akkor tehénmentes tejjel idd. Tehát a kávéfőzőben van víz, van benne áram, rakunk bele ilyen izét, ezt az acot, és akkor van egy baci tartályom. Két-három nap alatt meg is el is készül a kávé, nem? Csak ott ne hagyd, mert aztán nem tudjuk, mi lesz utána túrós tej. Igen, életre kell, és utána jön. Élesztő nincs benne, úgy olvastam, de most már egy kicsit elbizonytalanítottam. Kedvencem egyébként a cikkben kiemelik, hogy a mikróbákat tejjé változtatni nem egyszerű feladat, és így állsz, nézel ki a fejedbe, hogy mondta valaki, vagy gondolta erre valaki? Milyen szerencsé, hogy megfizették őket érte. Mert hogy ugye ezek a mikrobák, ezek igazából nem ezt tűzték ki életcélnak, hogy ők majd tejé akarnak válni. Nekik nem az a nirvána. Az érdekes, hogy ezt egyébként Európa készítette, tehát ez ilyen svájci nem. Egyetemi Gröningen, összefogás. Hollandia. Aachen és igaz. Még volt egy csak Fgenag. A képernyőm. Fgen, hát ugye ez a Ginkgo Bioworks. Az tényleg svéd. Jó, oké. Okay. Vagy mi a svájci kapufa? Végül is akkor svájciak le akarnak, hát mondjuk Dánia, meg ugye a másik szintén ilyen elég nagy mennyiségű tehenet tartó ország. Most akkor ők át fognak állni ilyen nagy akváriumokra, amikben növesztik a
baktériumokat. Csak így eszembe jutott, hogy az alpesi tehén lila. És sötétben minden tehén fekete. Ezt is meg tudjuk akkor már jósolni. Bocs, igen. De végülis, ha a dánok ezt kitalálják, akkor ugyanígy tudnak majd Lego alkatrészeket is gyártani, vagyis termeltetni, nem? Igen, gyakorlatilag akkor bármilyen műanyagot elő tud állítani a széndioxidból, meg a vízből, meg még egy pár. Na de hogy nem fogunk annyi széndioxidot szerezni, hogy az emberiséget ki tudjuk szolgálni műtejjel? Szerintem olyan problémánk nincsen, hogy nincs elég széndioxid. Hát vissza kell majd vezetni a dízelket, basz. Már mostanában elég nehéz szódapatront kapni, azt tud megjegyezni. Igen, fel kell újra pörgetni akkor az olajipart. Új kihívások után kell néznünk majd meg. Ezeket most kicsit gyorsan ugorjuk el. Srácok, ez ilyen jó kis náza tudomány, nem? Amikor így érzed, hogy picit már túl vagyunk azon a szinten, amit átlagember épésszel fel tud fogni. Na de ha már náza, előrehozok itt egy cikket a sorban, tessék, hogy érezzétek. Pedig most lehet, éppen készültem a következőre, igen? Lehet végre... Én úgyis elvesztettem már az elejétől a fonalat, hogy melyik hova. Fonal nem volt. Teljesen randomban jönnek ezek. Igen? Hát mert ahogy így szövődik, ez olyan, mint az esti meséknél a gyerekkorunkban, tudod, hogy mindenki mond egy mondatot, és az a baj, hogy annyi mondatot mondtok, hogy mindig más lesz a mese közepe is, mint amit terveztem eredetileg. Egyébként én láttam olyat nemrégiben a YouTube-on, hogy a tej proteinekből fonalat készítenek egy ilyen idióta bioengineer csatornán, akkor most azon gondolkoztam, hogy a vízből, levegőből, vagy széndioxidból, valamint áramból előállított tej baktériumok, vagy baktériumokkal előállított tejből is lehet-e vajon fonalat készíteni? Mert nem ez a kérdés, ezzel, hogy lehet, hanem az, hogy miért. Mindjárt mondom, mert okay. Ha akkor ezzel kicseréltük egy nagy mozdulattal a teheneket, nem kell őket tartani. Ezzel a lendülettel megszüntethető a birkatartás is, hiszen akkor már egy apjúra sem lesz szükség. De akkor mivel fogjuk a gátakat tömöríteni? Vinrarra. Vagy vinrarra. Én inkább teheneket tartanék. Tejhatalomra törekszem. Teljesen kész vagyunk. Akkor nagyon sok bacillusja lesz szükséget hozzá. Nem. Tehén. Tehén. Már lejárt lemez már. Én hén. Jaja. Na, NASA, a metal mondja nektek valamit, METL. Jó, én csak a metilalkolt tudom. Finom? Az is lehet, de nekem ilyen startupnak tűnik, mert mindig kihagynak belőlük egy betűt, és akkor az... Igen, vajon mi lehetett a köztes metal? Nem, lehet, hogy metil. Ez... Kerékpár gumikról beszélünk, amit képzeljétek el, Kickstarteres projektként meg lehet végre venni, crowdfunding, ugye? NASA fejlesztette az anyagot, nikkelből, titániumból van. Itt áll a NASA? Hogy a NASA is crowdfundingra szorul? Nem, NASA fejlesztésű anyagból crowdfundinggal kerékpárgumit csinálnak, ami emlékezős. Amit lenyújt a NASA-tól. Szerintem benne van egy kicsit ilyen kis plusz pénz. Frissen fölvett diákoknak, az Z-generációt is el kell szórakoztatni, még a NASA-nál is. Ők crowdfunding expertek. Szóval képzeljétek el, hogy ez azért szuper anyag, mert hogy ezt nem árammal kell csapkodni, hanem hővel, de hogyha jól csinálod és jól beidomítod a gumit, akkor ez egy ilyen tömör anyag, ami visszanyeri mindig az eredeti formáját, de cserébe rugalmas, soha nem fog leereszteni, hiszen tömör, és azt ígérik, hogy hát egy emberöltőn át ez működik, annyi, hogy időnként újra kell futózni. Feltéve, hogy elég rövid ideig élsz. Az ára alapján én azt mondanám, hogy próbálj meg nagyon sokáig élni, mert egyébként potom $500 kerül egy pár belőle. Hát igen, azért már egy biciklit kapsz. Én most cseréltem pont a gumit a bringámon, meg a belsőt is, mondjuk az, hogy így páromként így 20 000 forint, 9-10-szer annyiba kerül ez a szuper cucc, mint egy hagyományos. Úgyhogy azt mondom, hogy egy gumival, egy átlagos bringás valószínűleg el van 2-3 évig, akkor ez innen tényleg azt jelenti, hogy nagyjából életünk végéig elég lenne. mindössze $500, annyi, hogy időnként elkopik a felület, és újra kell futózni, mint a kamion gumikat. Viszont a cserébe potom összegére azt hiszem $10 csinálják guminként. Ja, igen, 8000 mérföldenként. Szóval az átlagos bringásnak ez is egy ilyen... Élete végéig jó. Majdnem lifetime, igen. Ebből autógumit nem gyártanának véletlenül. Szerintem időkérdése is fognak, és hogyha nem lesz méretarányos az ár, így... Mondjuk akkor az nem $500 lesz, mert ez kicsit keskenyebb a bicikli gumi. Igen, de hogyha nem lesz méretarányos az ár... Hát örökölhető, nézd, ez apád kereke, még ő vette annak idején.
potom 50 ezer dollárért vette, ugye az arányok alapján. Darabja. De ha meggondoljátok, akár lehet is egy ilyen kiterjesztése ennek, hogyha valami normális skálán tudják majd árazni. Ha azt mondtad, hogy bringagumiból egy pár 500, ugye az autó helyből kétszer ennyi kell. Csak így jelzés értékű. Az már 1000 dollár, de hát most az én autómra egy gumi ennél mondjuk majdnem kétszer többe kerül. Nem, de mondjuk ennyibe. Szóval, hogyha ezt így a, nem tudom, csúcs kategóriához árazod, de 100 milliós autókhoz, akkor az is lehet, hogy ott már találsz olyan arányt, amire megtérül. De azért 8000 mérföldenként, hogyha újra kell gumiznod, azért ez eléggé fájna. Nem gumizni, csak futózni. Gumizod a fémet, nem? Belekaristolod újra meg újra az országút porát. Igen, de ezt nem a magyar utakra találták ki, úgyhogy... Egyébként erre kíváncsi lennék, hogy mennyi a tompítók képessége, igen, a klasszikus magyar összeeresztéseken, amikor igen, így írták, hogy tömör, úgyhogy majd szépen átvisz. De valamennyire minden. Tud deformálódni, de ugye, hogyha nem ő deformálódik, akkor majd a te elkapcsolt. Igen. Ezt így elképzelem egy ilyen kemény futóműves, nem tudom, sportmerciben vagy BMW-ben, hogy mennyire lehetne élvezetes ilyennel az út. De tessék, itt a jövő, már az utakon gurul. Mondjuk, hogy ezt ki fogja megvenni. Nem semmi? Nem örültetek meg neki? Nem örültünk meg. Még nem. Ehhez több kell. Tehát nem örültetek meg, azért vagytok ki. Jó, akkor most mondjatok ti valamit. Azt hittem, hogy ez valami jó cikk. Hát kicsit ciki volt, de nem ciki, érint annyira most. Nem érint annyira most ez engem meg. Tehát, hogy már próbáltak hasonlókat csinálni korábban is. Aztán valahogy úgy... Végül mindig kiderült, hogy kell a lábuk is, és akkor így mégis mindig magasabb lettek, igen. Én szerintem ezt a molbubika kéne eladniuk. Az eredetileg tömörkerekes volt, de most az is felfújhatós lett az új széria. Igen. Az oda kell ezt eladni egy jó közbeszerzés alapján, és akkor... Azt tudod, miért hívják úgy egyébként ezt a formát? Van vétel és közbeszerzés. Ja. Nem lett jobb tőle a hír, mehetünk. Akartok beszélni a nagy magyar siker sportról? Egbo? Most a múltkor bekapcsoltam a Eurosportot. Aha, Eurosportot bekapcsoltam, és képzeljétek el, hogy valami Rióban volt tagból, mit tudom én, világkupa, vagy micsoda. Magyarok egyébként nyilván ügyesek benne, de hát nagy előnyük van, mert ők évekkel korábban ismerték már, mint a többiek. Tényleg ügyesek voltak egyébként. És így megállapítottam, hogy ez kezd elterjedni. Most amúgy ott tart, hogy olimpiai sportággá akarják tenni. Nagyon... Akkor egy szórakoztató. Nem, igazi. Mert az e-sportba szoktak olyan nagyon szponzorált dolgokat belerakni. Nem, tényleg egy szórakoztató sport, tehát hogy viccen kívül mondjuk nem lehet rá nagy stadionokat építeni, mert relatíve kicsi a játéktér. Lehetni lehet. De egy tévés közvetítéssel vicces. Na de, ott van mi az Hasbro, meg a Nerf, amit én sose igazán értettem, tudjátok, ez a szivacs pisztoly. És kitaláltak egy önálló sportot ők is. Úgy hívják, hogy Nerf Ball. Mert tudjátok képzelni, ez micsoda? Csapatjáték. Ez olyan, mint a kidobós? Kilövös? Engem a Quidditch-re jobban emlékeztet, ha már valamit mondani kell. Seprű játszák? Nem, futva játszák, úgy, hogy van egy labda, amit el kell jutatni az ellenfél kapujáig. Kicsit amerikai a sport, mert hogyha gólt szerzel, akkor az 6 pontot ér. Nem tudjuk, hogy honnan jött ez a szám véletlen. Kétszer 5 ember játsza. Ja, mert hogy egy pont, hogyha eltalálod, dárta. Igen, és közben ki kell lőni egymást, ezt mondtam, hogy Quidditch emlékeztet kicsit, hogy a labdát célba kell jutatni, és közben ki kell ütni az ellenséget, de ez cserébe pontot ér, hogyha kilövöd a másikat. Akkor ő már nem is lehet vissza, vagy bármennyiszer kilőheted egy-egy pontért. Bármennyiszer, ahogy elnéztem. Egy-egy pontért kilőheted, és vannak cserék is, hogyha esetleg jó sikerül a lövés. Hát, akkor valaki túszul ejtesz, és akkor folyamatosan csak lövik, és akkor ki a felét érdekel a 6 pontos gól. Hát egy ilyen sorozatvetővel. Így van. Ketten lefogják, egy folyamatosan lövi, és akkor 1006 állás lett a vége. Aha. Azért kicsit... Megjött kicsit... a magyar, és próbálja meghekkelni a szabályokat, azt érzed, hogy... A szabályokban azért megvan, hogy 60 dart lehet. 60 na. Ilyen... Úgyhogy ez ezért nem elérhető, hiszen csak heten vannak cserével együtt. Na, már kiestél. Hát akkor maximum 60... Szor 7. Mi? Hogy? 5? Hát meg két csere. Jó, hogy beküldöd a cseréket is. Hát, aha. Azért ne viccelj, ingyen ott van. Ja, aha, na, és akkor... miután kilőtted, vissza kell menniük a aha, és a akkor ez egy ilyen szaladgálós, lövöldözős játék, ahol a labdát végül el... Tehát kicsit... Erre már lehet stadiont építeni. Tehát így szemháború labdával és
igazi lövöldözéssel egy ilyen vicces pályán. Ja, és úgy van kialakítva a pálya, hogy nem lehet rajta kempelni. Nekem ez kellemetlen, mert az az én műfajom. Hanem, mit tudom, valami 25 másodpercenként el kell mozdulni a pályán, mert hogy ilyen kis kreatív akadályok vannak, amik mögé nem lehet csak úgy simán bebújni. Úgyhogy az egész egy ilyen nagyon jó kis, tényleg sportnak látszik. Kempelni lehet, csak a labdával nem maradhatsz meg valahol. Tehát a labdának kell 25 másodpercenként mozdulni. Szíves az egész. Hát az ember az beállhat nagyon jól az ellenfél. Lövészárokba. Aha. Na, ezt a sportot találták ki. Kíváncsi vagyok, ezt mikor fogjuk először a Eurosporton látni. Ez azért nekem nagyon emlékeztet arra, ami játékot még gyerekkoromban a ilyen rúgós, beakasztós pisztolyokkal játszottunk a haverokkal kinn a téren. Tehát így mondjuk nem volt benne labda, meg számolás. Ja, meg védőszemüveg. De hát ez még régen volt. Jó, akkoriban még ott voltak a betoncsúszdák is, szóval. De minap ott volt ugye a félszemű Andris, meg a... Egy szülővel a játszótéren. Egy ilyen hatalmas fémcsúszda volt, ahol éppen a gyerekek próbáltak lejutni, és őszi idő van, úgyhogy most ugye lehetett is. De hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor valami nagyon okosnak eszébe jutott a betoncsúszda, aminek az oké, hogy nem csúszik, ugye volt némi bőrradír hatása, de hogy azt sikerült annyira modernizálni, hogy kitaláltuk, hogy csináljuk fémből az egészet, amit télen ráfagysz, nyáron meg rásülsz. Mikor jutunk el arra a szintre, hogy használható anyag? Ez mondjuk igaz cserébe, hogy úgy kell elkapni a gyereket, ahogy kirepül. Mert... Így van, igen. Ott nagyon be tud gyorsulni azon. Tényleg a 3 éves az frankon lerepül róla a végén. Így nem áll meg. Nincs annyi meg tapadása. Ugye, és bele szokta kakni még egy-két puklit is, hogy még meg is dobja. Azt vettem észre. Szegy... Mikor jutunk el arra a szintre, hogy normális anyagból tudunk csúszdát gyártani? Nervből? Ebből a habszivacsból? Ja. És tudod, mint ezeket összefűzöd, akkor lehet belőle nervbundát csinálni. Térre. De hány ártatlan nerfet kell ahhoz levadászni? Minél többet. Csöréttel. Ezt nem lehetne ezt is a Duolingo-ba berakni? Megtanulni ezt rendesen nerföldi? Játékszabályok? Tényleg Duolingo-ban ilyen amerikai foci szabályokat tanítani, meg mint egy Forma 1 szabályokat tanítani. Hát amúgy igen, vagy a kriket, a baseball, az is kellően bonyolult, így, meg a kriket. Igen. Tényleg ezeket a sportszabályokat tanítani dúlni. Mekkora ötlet? Végre is, hogy ezek miért olyan hülyek. Meg a méta, ami majdnem ugyanaz, mint ezek. Csak kicsit más, hogy ne legyen egyszerű. Amiről nem beszéltünk egyébként az, hogy a Hasbro ehhez Nerfballhoz tervezett egy kifejezetten erre kitalált nyomás érzékeny mellényt, amivel nézik, hogy a becsapódások mikor és hol érik a játékosokat, tehát nem csak bemondásra van, meg nem bíró. Igen, mert a paintballban megvan az az előnyöd, hogy látod, mert hogy látható nyomot hagy, itt ha lepattan, akkor vagy bevallod, vagy nem. Igen, és most ebben megcsinálták azt, hogy érezhető. Képzeld el, oda jön a játékos társad a hátad mögé, egy kicsit megkocogtatja a válladat, és te mész ki! Nem, azt mondják, hogy úgy fejlesztették ki, hogy kifejezetten a nerfre jellemző erőhatásokra jelezzen be, tehát amikor valaminek neki mész például, vagy megkocogtatják a vállat, vagy ilyesmi, akkor arra elvileg majd nem. Ez nem volt elég szivacsos. De az... Megjelenetlenek, ne járunk. Nagyobb köpet talán lehet intézni az államfelek. Igen, itt várom, hogy mikor jönnek a magyarok, igen, a megymag pöcköléssel tudod, amikor egy sutyiból kempelnek, és... Hát nem volt nála több nerf, csak 60, meg 2 zacskó cseresznye. Igen. Na jó, de hogy ez ugye, milyen gondosan kell tudni ahhoz számolni, hogy tud, hogy hány találd be, és hányat lehet helyettesíteni még megy maggal, 61 találatot érjél le. Látom én is ennek így a sportértéket. Azért egy ilyen megy magsorozat lövő. Airsoft úgy hívják. Na jogos. Azt már föltalálták. Airsoft viszont... Ahelyett, hogy ilyen ronda mikroműanyagokkal népesítenéd be a környezetedet, teljesen biológiailag lebomló megymagokkal. Környezetbarát. Kicsit nehezebb mondjuk a megymag, meg van egy olyan borzasztó szokás, hogy kinő belőle egy megyfa, tehát ha ezt mondjuk egy gyepen próbálod előadni, akkor oda kell figyelni, hogy mi van. Okay. Mire kell oda figyelni? Hogy nehogy hirtelen egy megy erdő közepén találd magad egy meccs után. Egy megy mag, meg még egy megy mag. Hát mégis jövőre már lesz mi mögé bújni. Te ez, ahogy így kimondom, nem olyan, mint amikor defektesen állsz a kereked? Egy megy mag, ja, nem csak a Budapest utakon mész vele.
Az nem lesz, azt mondta tömeg, úgyhogy nem kap defektet. Én ezzel jöttem rá, hogy a budapesti utakon mézve. Ja, ott még az is kaphat, igen. Sibe, hogy reszkódás, semmi feltűnő. De nekem egyébként tetszik, mint ötlet, bár egy kicsit erőltetettnek érzem, hogy próbálunk a játékhoz kitalálni valami sportot, amivel így földobjuk, de szerintem pont annak a határán van, amire el tudom képzelni. Eladjuk, nem földobjuk, eladjuk. Na, bocs. Nekem jobban tetszik ez a megymagliga, ezt csináljuk inkább meg, mert ez környezet, ez a zöldeknek jó lesz. Az az MB2, nem? Megymagliga! Ez mondom, az MB2 lesz ebben a nehez. És akkor az összes zöld politikus, meg zöld pályázatokból ezt föl lehet húzni. Igen, mert ez a NERF igazából ilyen polizé hab. Szóval, hogy annyira nem környezet tudod. De ebből lehetne valami lebomlót gyártani. Biztos van olyan baktérium, ami nerfet köp ki, hogyha megrázod. Az a tejgyártó bacit egy kicsit átalakítod. Mit felhabosítod rendesen, és úgy marad. Tényleg. Kiszárítod, megörülni. A tejfonából. Ennyi. Tejfonából horgolsz egyet, kész? Ez az. Hát vagy ugye, ha újra hasznosítod akarsz, akkor pókfonából. Nem, hát a tejfonál az meg ugye eleve széndioxidból, meg vízből van, tehát a hidrokó. Na, hogyan lehetne még ezt továbbfejleszteni, hogy mivel lehetne még a megymaglik, az tetszik, az jó ötlet? Barackmag, az nagyobb. Nagyobb a tűt. A dinnyemag. Egyszerűen szezonális. Hú, de bárja, szezonban akkor összejön a gesztenye és dió. Tehát aha, akkor jön az a hardcore verzió. A szó szerint. Ha már a szilvamagokon túlléptünk, akkor már az jön. De a szilvamagnak eleve hülye formája. Az őszi tök szezonban mi lesz? Tököket kell majd kilőni. Tök jó ötlet. Na, de az hátul a védők katapultokat kapnak, és abból lövik ki a sütőtököket előre. Vagy tök el kell szaladni. Az lesz a labda. Elejted, így érte. Akinek meg nincsen, az tökátlan lesz. Na, szóval akkor lesz a megymagliga és a tök jó liga? Hajladunk. Már látom, ezzel is le akarjuk tarolni a mezőgazdaságot. Ezeknek igen. Egyébként tudod, mi lesz a baja, hogy akkor ezt kezdjük el túl termeszteni, és akkor az ettől lesz nem zöld. A mai viszont olimpiát támogat az agrárminisztérium. És a hadügy. Igen, a tök katapultokkal. Azon gondolkozom, hogy hogy lehetne ebbe belehúzni valami AI-t. Mert már mindenben AI van, anélkül nem eladható. Okos tök? Hát a tök az tök hülye. Hát de azért, de ha kap egy AI-t, akkor már okos lesz. Ahogy közvetíted, egy AI kéne, ami megjósolja, hogy kit fog lelőni, és hogyan fognak mozogni a pályán, na? És utána ezt vissza lehetne vetíteni mondjuk egy rendes amerikai focira, vagy európaira. Mondjuk a magyarra pont nem lehet, kicsit kevésbé szabályos, de egy Real Margit, vagy egy mit tudom én tényleg amerikai focinál, ezek tök jól megjósolhatók, ugye, tök jól. Ki merre megy, és mit csinál. És élvezhetőbb lenne a játék, hogyha tudnád előre, hogy mire kell számítani, na? Főleg azért, mert ha te tudnád előre, akkor ők is tudnák előre, és hogyha mindenki tudja előre, akkor így körbeérünk, és akkor arra fognak számítani, amit mi tudunk előre, és akkor ahhoz képest még egy eltérés, és hány iterációval fognak futni ezek a játékok? Na, nem. Szerintem túlzottan függesz az AI dolgokat. Microsoftnál, ugye kijött a Copilot most itt a legutóbbi frissítéseknél, pont arra figyelmeztetik az embereket, hogy nem szabad csak úgy mindenre és minden módon csukott szemmel használni az életen, hanem felelős AI használatot várnak. Ezt olvastátok? Már ugye ez az a cég, aki elbocsátotta az AI etika a felelős AI, igen. Igen. Jó, oké, csak hogy tisztázzam, hogy ez az a Microsoft. A Copilot kiadás előtt. Igen. Most kiterjesztik a többiek, hogy most már mi nem tudunk, ugye most már ti legyetek felelősek. Valakinek erre oda kell figyelni, mi nem fogunk. Úgyhogy légy ti. Az AI felelős használatát egyébként miért nem az AI szabályozza? Kérjük meg, hogy mondja meg, hogy hogyan lehet felelősen használni őt magát. Ebben nem mennék bele, de tartottam róla pár panel beszélgetést mostanában. Na, mesélj! És ez nem volt felelőtlenség? Másodikon, nyolcadikon, tizediken melyik panelben voltál? Pokuca? Józsefvárosi lakott. Ha van. Na, ott aztán magyarázhatod a felelős AI-t. És van benne fém? Felelős AI tartás. A tehenek mellett? A tehenek mellett, persze. Igen, hova akarták lyukadni? Nem vagyok én biciklikerék. Lyukadja. Hát mert nem, ne az a gumit van. Vagy metal, vagy mi volt? Metal. Na, szóval a keretes szerkezet ez a Copilot? Most jutott eszembe, hogy ebből olyan offset nem akarnak gyártani. Na mindegy, gondold meg. A tejfonalba, vagy melyből? A ki nem lyukadó NASA. Ami ráadásul emlékszik a formára. És mindez potom $500?
Nem, hát bocsi, a te méretedben ez jóval kevesebb. Megbeszéltük otthon a haverokkal, inkább foltozunk, ha megvan a vicc. Bocs, a hallgatóink úgyis kevesen vannak, majd nézzék meg, hogy minek volt a poénja ez. Aki még nem tudott elkapcsolni. Szóval felelős AI tartás, mi? Valamit hát, szerettél volna mondani. Semmi, csak erre ösztönöz Sarah Bird is, a co-pilotnak az egyik. Madárnak néz. Igen. Egyik AI-ért felelős vezetője, amiből szerintem több vezetőjük van, mint AI-juk. Ez valószínű. Na de az alkohol reklámok is mindig állják, hogy felelőssége fogyaszt. A co-pilotra is ki van írva. Hát mert ugye az, hogy jókedvel, bőséggel, azt már nem szabad. Igen, és itt is, ha túlhasználod, akkor ugyanúgy halucinál, meg te is sok alkoholtok. Egyébként hasonló nagyon, nagyon az. Sokba kerül, hazudik, kínos helyzetekbe hoz. Nem hazudik, csak gyermeki kreativitással tudja kiegészíteni a feladatot. És hogyha rajta kapod, akkor elnézést kér, és ugyanúgy folyik belőle tovább a kamu. Nem vagytok nagy ilyen hívők. Te amúgy nem lehetne ezt is a Duolingo-ba? Most mit? Beépíteni? Hát, hogy tanulj meg felelősen AI-ozni. A Duolingo... Először felelősen viselkedni. Tessék, akkor azt. AI-t tanítani? Ilyen AI etika kurzus? Igen, legyen. Ha nem is AI etika, miközben de AI promptokat lehetne tanítani szerintem, viccen kívül. Amúgy igen. Azt most úgyis... Valami értelmes dolgot csináljuk. Igen, az most úgy is, mert mindenki prompt engineer akar lenni. Ezt most ki fogom vágni, de... Használjátok felelősen az AI-t szerintem. Meg az alkoholt. Ja, és a teheneket. Meg a mikróba tejet. A bacikat is. Azon gondolkozom, most így egy kicsit visszakanyarodva így az alkohol említésével, a tej. Komplex proteineket tudnak előállítani vízből és széndioxidból, akkor nagyon egyszerű etilalkoholt, nem? Ez légből kapott. Hát pontosan. Na meg képzeljétek el, hogy mennyi termőterületet lehetne felszabadítani azzal, hogy például ezeket a buta mindenféle gyümölcsfákat, amikből csak alkohol lesz a végén, azt megszüntetnék. És a helyére betehetnéd a teheneket? Hát ezeket a nagy tartályokat, amikben a az AI nevelkedik. Az AI majd megmondja, hogy egyébként mit fog csinálni belőle, analizálja a piacot, és azt a fajta baktériumot meg mikrobát fogja beleönteni a vízbe, amelyik éppen aktuális. Most épp így felmegült előttem a Matrixban látott jelenetek. Kicsit hasonló. Jó, szép. A végén kinyitod a csapot, és olyan protein folyik belőle, igen, ami éppen a csapból is protein folyik? A csapból is protein folyik, bizony. Igen, vagy alkohol, attól függ, melyik csapot nyitod meg. Mindjárt rácsapnak. Vagy műtej. Micsoda bakanáliákat lehetné itt tartani, hallod? Pia, kétfarkú kutyapárt is beígérte, ingyen sör és örök élet. Tehát... Legalább a fele legyen meg. Igen. Sör és élet? Ez a sörélesztő, igen. Az a fele. Na, hát szerintem a mai napra kimerítő volt. Kitomboltuk magunkat. Köszönjük, Viktor, hogy itt voltál. Reméljük, jössz máskor is. Izgalmas volt most is. Színes egyéniség vagy továbbra is. Bár ez most se bizonyosodott be. Visszaengedünk a diszkrétre. Köszönöm. Nektek további jó bezárkózást. Köszönjük, mert nem engednek már megint ki. Kell most Zencastert hirdetnünk? Mindig kell Zencastert hirdetnünk. A mai adásunkat is Zencasteren keresztül készítettük, úgyhogy ma beláttunk egy kicsit Viktornak a dolgozószobájába is. Reméljük, ti is kipróbáljátok a akciós kuponkóddal az alkalmazást, mert ezzel is támogattok minket. Tényleg, Viktor, ti is ezzel vesztek fel? Egyszer kipróbáltuk, első pillanatnál... Reklám, figyelj! Ezt majd vágjátok ki, nagyon jó a Zencaster, mi is használtuk. Viszont nekünk nagyon egyszerűsíti a felvételi folyamatainkat. Így próbáljátok ki. Hát mondjuk, ha hágman lennénk, már mi is valószínű, ezt használnánk. Úgyhogy kettőnél ez még így oké, meg így, hogy magunk vagyunk, de amúgy igen. Megy magunk. Úgyhogy, ha megy magligát indítottok, csak Zencasteren keresztül. Ó, és látjátok a túloldalon. És visszapattal a képet. Hát ez tök jó, meg így nem olyan veszélyes. Mindenki a saját szobájába csinálja. Ja, hogy annak lenne ilyen e-bajnokság. Megy pong. Megy pong liga, Zencastegen, így van, és online. Ó, anyám. Kell akkor ilyen ablaktörlőt szerelni a képernyőre. Hát és az nem, a házbónak a mellényét így rátegíted, és mégi akkor a becsapódás erejüket. Kamerával is lehetne nézni, hogy hova csapódott be, és hogy az
relatív, mondjuk jól, hát az, jól megy az... És nézi, hogy akkor villámsebességgel érkezik-e? Megfelelő sebességgel megy-e ahhoz, uh-huh. hogy a túloldalon levő megy-e? Kameraképhez... A megy? Megy-e, uh-huh. igen. Okay. Megy-e a mag-e? Jó. Vár megy-e, azt már egy ideje átkereszteltük. És akkor utána, és össze tudod ezt zavarni. Tehát, na, akkor figyelj, itt megvan az AI, zöldség és gyümölcs kupahoz jönnek be az AI vezégelt kamerák, hogy akkor megállapítja, hogy te most tök magokat lőttél, megy magokat lőttél, vagy a komplet sütőtök katapulttal küldted meg, és ebből... Mák, de nem eladó! Na jó. Akkor... Hallgassatok minket jövő héten is, jelen. Hallgathattok jövő héten is ugyanez, és utána két hét múlva jövünk. Mármint én nem, de ti. Hallgassatok minket két hét múlva is. Lájkoljatok, sereljetek. Sziasztok. 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 Sziasztok.